Sziasztok, Alex vagyok, akik a világ szerencsés csatornáról. A mai videóban folytatom a Mega Legend teljes pakk kaparást, a következő 5 sorsét lekaparásával, 36-tól 40-ig fogom lekaparni. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejt a következő 5 sorsjegy. És akkor most kezdjük is el a következő 5 sorsjegy lekaparását a Mega Legend teljes pakkból, 36-tól 40-ig. És akkor most kezdjük is el a 0-36-os Mega Legend sorsjegy lekaparását. Nézzük az első asztalt, ahol a 11-esnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 7-es, piros 4-es, fekete 5-ös és fekete 10-es nem lett nagyobb a 11-nél. Nézzük a második asztalt, ahol a 15-ösnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 7-es, piros 9-es, fekete 5-ös, és egy fekete 10-es nem lett nagyobb a 15-nél. Nézzük a harmadik asztalt, ahol a 10-esnél kell nagyobbat találni. Nézzük. Van egy fekete 8-as, piros 4-es, fekete 6-os, és egy fekete 5-ös nem lett nagyobb a 10-nél. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 18-asnál kell nagyobbat találni. Van egy fekete 10-es, fekete 14-es, piros 12-es, és egy fekete 5-ös nem lett nagyobb a 18-nál. Nézzük az ötödik asztalt, ahol a 20-asnál kell nagyobbat találni. Van egy fekete 7-es, piros 10-es, fekete 14-es, és egy fekete 8-as nem lett nagyobb a 20-nál. Nézzük a bónusz játékot, lesz a 21-ünk. Van egy fekete 3-as, egy piros 6-os, az 9, meg 8, az 17, az sajnos kevés, nem lett 21. A betűink. Tehát a betűink egy Q és egy T betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a 0-37-es meg a blackjacket, hát ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Nézzük, az első asztalon a 17-esnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 6-os, fekete 9-es, piros 5-ös és fekete 8-as nem lett nagyobb a 17-nél. Nézzük a második asztalt, ahol a 14-esnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 4-es, piros 6-os, piros 7-es, és fekete 10-es nem lett nagyobb a második asztalon, a 14-nél. Nézzük a harmadik asztalt, ahol a 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy fekete 6-os, fekete 5-ös, fekete 7-es és piros 10-es nem lett nagyobb a 13-nál. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 16-osnál kell nagyobbat találni. Van egy fekete 9-es, fekete 6-os, vagyis piros 6-os, fekete 5-ös, piros 15-ös, és sajnos nem lett nagyobb a 16-nál. Nézzük az ötödik asztalt. A 10-esnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 9-es, piros 4-es, fekete 6-os, és fekete 7-es. Nem sikerült leelőzni a 10-et. Nézzük, hogy a 37. sors, igen, sikerül-e a bónusz játékon nyerni. Nézzük. Van egy fekete 1-es, piros 8-as, az 9, meg 9, az 18. Sajnos nem sikerült a bónusz játékon nyerni a betűink. Tehát a betűink egy U és egy J betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a 0-38-as meg a blackjacket. Hát ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Nézzük. Az első asztalon a 14-esnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 9-es, fekete 4-es,
Fekete 10-es, és piros 5-ös nem lett nagyobb a 14-nél. Nézzük a második asztalt. A 18-asnál kell nagyobbat találni. Nézzük. És 19 nyerő a sorsjegy. Szuper. Nézzük, hogy mennyi a nyeremény. 1000 forintos alapnyereményt adott, de még van hátra játék. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. A 16-ost kell előzni a harmadik asztalon. És 20-as, szuper! Még egy nyeremény. Nézzük. Még egy 1000-es, vagyis már 2000 forint van ezen a sorsjegyen, de még van hátra asztal, illetve a bónusz játék. A negyedik asztalon a 20-ast kell előzni, ennél már csak a 21 nagyobb. Van egy piros 8-as, piros 9-es, és 21. Itt is van egy nyeremény. Szuper. Nézzük. Még egy 1000-es. Ez a Mega Blackjack sors egy úgy látszik, hogy a pakkok királya, hiszen nem tud más nyereményt adni, csak 1000 forintosokat. Nézzük, hogy sikerül-e még hozzá valamit szépet nyerni az utolsó asztalon. A 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy piros 8-as, fekete 4-es, és fekete 14-es. Nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Még egy 1000-es, vagyis már 4000 forint van ezen a sorsjegyen, de még van hátra a bónuszjáték. Nézzük, hogy sikerül-e rajta nyerni. Van egy fekete 4-es, piros 3-as, az 7, meg 10, az 17, sajnos nem jött ki a 21, viszont ezzel a sorsjeggyel 4000 forintot nyertünk, és a 4000-eshez, tehát a 4000-eshez a H betűk tartoznak, itt is van az egyik, és itt a másik. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó előtti sorsjegyét, a 039-est, milyen nyereményt tartogat számunkra. Az első asztalon a 19-esnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 12-es, fekete, és piros 14-es, piros 11-es, és piros 9-es, nem lett nagyobb a 19-nél. Nézzük a második asztalt, ahol a 17-esnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 4-es, piros 7-es, fekete 10-es, és fekete 13-as, nem sikerült leelőznünk a 17-et. Nézzük a harmadik asztalt, ahol a 12-esnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 6-os, piros 4-es, piros 7-es, és fekete 8-as, nem sikerült leelőznünk a 12-t. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy fekete 5-ös, fekete 6-os, piros 9-es, és fekete 8-as, nem sikerült leelőznünk a 13-at. Nézzük az 5. asztalt, ahol a 15-ösnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 12-es, piros 4-es, fekete 11-es, és egy fekete 9-es, nem sikerült leelőzni a 15-öt. Nézzük a bónuszjátékot. Van egy fekete 3-as, fekete 7-es, az 10, akkor egy 11-es. De sajnos egy piros 10-est ad, az csak 20. Nem lett 21-ünk. A betűnk pedig egy H és egy E betű különböznek. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, a 040-est. Hát, ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Az első asztalon 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy piros 9-es, fekete 4-es, piros 8-as, és fekete 11-es, nem lett nagyobb a 13-nál. Nézzük a második asztalt, ahol a 19-esnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 17-es, piros 15-ös, piros 9-es, és piros 5-ös. Nem lett nagyobb a 19-nél. Nézzük a harmadik asztalt, a 15-ösnél kell nagyobbat találni. Van egy piros 4-es,
fekete 6-os, piros 9-es, és egy piros 5-ös, nem lett nagyobb a 15-nél. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 12-nél kell nagyobbat találni. Van egy piros 6-os, fekete 8-as, fekete 7-es, és egy fekete 5-ös, nem lett nagyobb a 12-nél. Nézzük az ötödik asztalt, ahol a 14-esnél kell nagyobbat találni. Van egy fekete 9-es, piros 6-os, piros 8-as, és egy fekete 4-es, nem lett nagyobb a 14-nél. Nézzük a bónuszjátékot, hogy sikerül-e a 40. sorsjegyen kijönni a 21-nek, három szám összegéből. Van egy piros 3-as, egy piros 11-es, az 14, akkor egy 7-es. De sajnos 2-es tört. És íme itt vagyunk a 40. sorsjegynél, és a Boons játékon ismételten nem sikerült nyerni. A betűink... Tehát a betűink egy Z és egy D betű különböznek sajnos. Tehát összegezve a mai videót, újabb 5 darabot kapartam le meg a Blackjack teljes pakból, 36-tól 40-ig, és abból sajnos 4 nem nyerő, illetve 1 nyerő sorsjegy született, viszont ez az 1 nyerő sorsjegy legalább nem aranynyereményt, hanem 4000 forintot adott, vagyis így összességében 5000 forintból 4000 forint jött vissza. Hát reméljük, hogy még a pak maradék része tartogat számunkra meglepetéseket. Tartsatok velünk a továbbiakban, és kiderüljön, hogy mit lehet még ez a 10 darab meg a Blackjack sorsjegy. Nézzük, hogy a végéig milyen nyereményeket tartogat még számunkra. Tartsatok velünk a továbbiakban is. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencsi csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek. Sziasztok!